Komoly esély mutatkozik arra, hogy akár Hungarikum is lehessen a régi magyar gyümölcsfajták kultúráját bemutató gyűjtemény. A helyi értéktár már befogadta ezt, ezután a megyei és az országos ítészek elé kerül majd. Pocsai Gábor a három témában elmondta, azért tartják fontosnak ennek a kultúrának a terjesztését, mert kevesen vannak már a régiek közül, akik még ismerték ezeket a fafajtákat, és saját kezüleg ültettek gyümölcsfákat. Ez ragadott meg leginkább a régieknek az életmódja. Ez a paraszti életmód, amiben persze az én nagyszüleim is benne voltak, meg gyerekkoromban én is jártam a kertbe, tehát valami régi világ bukkan elő, ahogy ugye a gyümölcsök aszalását, betevését, a vele való foglalatosságot, gyümölcsök begyűjtését, minden hasonló tevékenységet az ember egyszerre megérez, ami értékessé teszi az életünket, a közérzetünket javítja, és fölmerült az a kérdés, hogy vajon a mai világban lehet-e ebből valamit átmenteni, hasznosítani? A Káváriánál található tündérkertben már közel 200 féle gyümölcsfa található, ahol továbbra is lehet örökbe fogadni, elsősorban olyanoknak, akiknek otthon nincs lehetőségük fát ültetni. Folytatjuk az örökbefogadást, szerintem egy sikeres próbálkozás. Arról van szó, hogy a gyermekeket közelebb hozni a természethez, egyfajta mesterséges természethez, mert itt ültetett fákról van szó. A kis csemeték ugye kiválasztanak egy-egy fát, fajtát, tetszésük szerint, nem is tudják némelyik, hogy csemete, hogy melyik, milyen fajtáról van szó, de természetesen a szülők azt elmagyarázhatják nekik, meg mi is, amikor kint vagyunk. És időnként kimegy, bármikor kimehet, visz rá egy vödör vizet, megöntözi a fát, ha már megsimogatja, már a fa jól érzi magát tőle. A három témában a szakemberek arról is beszéltek, milyen ritkaságokat sikerült újra szaporítani a tündérkertben, és arról is, hogy a későbbiekben szeretnének egy olyan szabadidőparkot kialakítani, ahol akár családostól is el lehet tölteni egy kellemes délutánt.